Nem lesz olyan marha nehéz dolgod. Akit keresel, az egy jól öltözött úriember, világos. Világos. Azt hozzá mire? Azt. Mondd neki, tudod miért jött? Pontosan tudod, aztán ültes fel a kocsira és hozd ide. Megyek. Várj. Várjuska, várj. Ide figyelj. Én nem akarok semmiféle bonyodalmat. Úgyhogy ha megkérhetlek, ne mondj semmit az úrnak idefelé jöve. Mi konspirálna? Konspirálna? Azt nem tudom, mit jelent, nagyon jó. Az a lényeg, hogy tartsd a szállal azt. Ígyni. Nem mondok semmit. Na, jó, most már játsz. Egyek is. Istenem. Egy könnyű eset, de legalább megbízható. Jó, hogy itt vagy. Véghez kéne adni már a lányokat. Mi tagadás? Benne van már a korban. Előbb a tehén. Tehenet akarok fékezadni? Azt. Eladni. Most az a fontos. Hát, és telét? Majd ha túladtunk a rizskán, akkor jöhet a lány is. Na. De én azt hiszem, hogy a nyakunkon marad ez a lány. Jaj, telét. Milyen név az, hogy telét? Mi nem lehetett mondjuk böske? Nehéz segít, közbe. Közbe, de. A szemnév lett volna, de beszélhettem én neked, mennék a fejed után, mint egy birka. Na de hagyjuk. Mi? Sétegetsz? Ne lehetnél mondjuk egy kicsit kedvesebb? Nem, most nem. Első a tehén, mint már mondtam. Megyek meg is kefélem. Kefél csak kefél, ki tudja, meddig kefélheted? Hát remélem, nem sokáig. El kell adni punktum. El kell adni punktum. Fontosabb a tehét, mint a saját lányod. Gyöveld meg! Olyan szépen állottam, édesanyám. Mit lányom? Egy legényből állottam, ki megkérte a kezem, pedig nem is ismertem. Egy nagy bokrétával állított be hozzám, csak jött, én megálltam szótlanul. Fiatal volt, pörgek alapot viselt, amire virág volt üzve. Jaj, de szépen álmodtam, édesanyám. De aztán felépettem. Szerzek én neked legényt, lánykám, de mi? Miért? De jó volna, nem maradnék nem világnak csúfjára. Tudod, apád azt mondta, hogy ha eladja a tehenet, te következel, de én nem maradok. Sikerült már néhány lány téged férhez adnom, téged miért nem tudnálak? Bízom édesanyám leleményességében, lássék munkához sebesset, én meg megyek hozzálátok a kelengye varrásához, pontosabb a befejezéséhez. Varjál lányom, járjon a tű, hamarosan szükség lesz a holmikra. Na, ez a lelányom nem fog múlni, az biztos. De mit is csinálja? Mit is? Ha csak mutatkozik valami, addig is megyek, utána nézek a dolgoknak. Na, itt is vagyunk. Hűha mindenit, olyan kíváncsi vagyok, hogy mit fognak szólni. Ez attól függ, mit kínál? Mi az, hogy mit kínálok? Ja, persze, hogy mit kínálok! Azzal nem lesz gond. No, nem érek rá, hogy fogalmat is uralni. Várj, mit? Hamarosan jön az úr. Persze. Szóval, menjen csak nyugodtan, menjen csak. Szia mindenit, Dalma. Nagy fából akkulálnak a izédet. Miért kellett ilyen váratlanul beállítani a lányos házba? Háztűz nézőbe ismeretlenül. De lesz, hogyha kicsapnak innen, mi most kell szarni. Na, mindegy. Lesz, ami lesz. Jó napot kívánok, szép napot. Napot. Hú, most hát én nem is tudom, hogy hol kezdjem. Hát, mert tőleg az elejét, hogy talán arra megértem. Ide kérem, a szándékaim elég komolyak. Attól tartom, ez mi buhaz. Kérem, ne arra úgy jön. Szóval, én szeretném megkérni a lányom kezét. Attól tartom, ez még mindig nem az elej. A lányom kezét? Úgy van. És rögtön tudtam, vagy ő, vagy itt senki más. Hát igen, magamat
látszom leginkább. Úgy van. Nos, hát én megtudtam nagyjából, csak nagyjából, hogy hol lakik, és így ide jöttem kérdezni a szívemet. Öntse, de még vártuk majd erre. Mégis mi az, hogy régen? El szokták mondani ilyenkor. Pista, mit fog ebben szólni? Milyen Pista? Pista a férje. Ó, jó, én még már azt hittem, hogy valami rivális, tudja. Ó, már régóta nincs rivális, sőt, soha nem is volt. Jaj, ragudj, de mégis mi az, hogy régen? Ezt szokták mondani. Ah, jól van, akkor jó. De tudja mi? Igen? Várnak, szólok a lányomnak, hadd odüljön ő is. Persze. Hozom mindjárt. Figyelj, hát ez könnyen volt, mit gondoltam. Igazán szép kis portál, ami megjárja, mondhatom. Jó napot kívánok, szép napot! Jó napot kívánok, ha már itt is van! Bizony! Nagyon örvendek! Örvend? Igen, örvendek! Azt hiszem, nagyon hamar egyességre jutunk. Ó, hát én is megmondom ők. De először is kérem, engedjen, hogy bemutatkozzam. Én Balog Kálmán vagyok. Kálmán? Így van, Kálmán. Nem Kázni? Egy cseppet sem. Hát neki azt mondták, hogy Kázni. Hát most is te nem hallod én Petr, ugye még egy... Na, mindegy, nem változ ez semmit a dolgot, tessék. Köszönöm szépen. Már ne haragudjon azon a bokrétával, mit akar. Ezzel sem. Ó, hát tudja, kérjem, nálunk ez így szokás. Pirámban megyünk a házhoz, ha komoly a szándékú. És nekem pedig úgy, lehet, hogy legkomolyabb. Hidd el neked, kisebb, Istenemben hallom. Nos, tudja, kérjem, hogy Helint a vásárban látta meg először. Már vásárból láttam! Bizony! Nagyon jó! Hát akkor tudja, hogy miről van szó. Így van, és képzelj el, hát akkor teljesen elvarázsolt. Elvarázsolta? Sem jó, hogy? Hát nézze, valamit már az elején le kell szögeznem. A tehén, mert én már csak így hívom, nem éppen fiatal. Nem éppen fiatal. Hát szerintem nem is éppen öreg. Sőt, ó, nagyon jól néz ki. Azt a mindenki. Maga szerint jól? Szerint. Hát nézőpont kérdése. Azt azért el kell, hogy áruljam, hogy baj van a belejében. Éjszéke. Hát most jól van. Igen. Hát ugye, néha-néha... Végig fussa a lába szárát! Mit csinál? Végig fussa a lába szárát, hiszen éget eszélni. Nem sokszor. Hát akkor is. Ami egy, most feje két alkalommal. Hát az még beleférne. Figyeljen, szerintem az én véleményem szerint ugye a nulla lenne az ideális, igen? Na nem lehet semmi gond, ugye majd édesanyám fűz valami jó félét, bizony. Tudja, kérlek, nagy kurus dolám ő kell, mert úgy bizony. Ja, igen, a másik. Az utóbbi időben egy kissé érzékeny a tőke. Hát nem is én azt észre, azt a szentjük. Hát a tőgyét is megvizsgálta. Csak úgy futó. Ottattam szinte csak úgy felületesen, bizony. Szinte csak úgy lopva, úgy. Tudja, és mindig van. Na de hát más baj, nincsen. Most örömmel vallom. Eltetni kell, csak az állva magában mind a befőtége. A Harryt azt nagyon szeretik. Igen? Azért ezt elindultam volna, mert szép. Legjobban szereti a fonnyat Harryt nyalogatni. Mit csinálni vele? Mi az, hogy benne van a végében? Szenti, hol tettem a szemet, hogy pont őt látom, mert hát ez hihetetlen. Nem látszik az rajta. Hát az csak azt tudja, aki ápolgat, aki kemélgeti. Kefélgeti? Igen. Hát magam kefélget,
beszélgetem az utóbbi időben. Hát hát ilyesmit a fiatalokat átvizik nem lehet. Hova kerültem? Na úgyhogy, mehetek ajánlani, jó zárt vele. Na most, már csak az anyagiakban kell megintéznünk. Szóval, mennyit ad ilyen? Maga most pénzt veszek érni. Hát én a maga helyében örüljük, hogyha valaki úgy lábon fogva elviszi csak úgy. Elviszi? Hát most tényleg úgy kell állni, mert sajnos nem tud lábon állni. Na de jó, így van, hát szalad is! Ó, oh, szalad, uram, ne haragudj, az az érzésem, hogy nem neked. Úgyhogy, hogy tessék maradni, de... Na, hát ne törjön már ilyen. Hát legalább még egyszer nézze meg! Na, nem bánni, így azok a szemek, azok bűvöltek ellenére. Na, gyorsan, hadd lássam még egyszer! Ilyen szép marha szemet még nem marha szemet! Egyek, feltupírozod kicsit a jószágot! Jószágot, tupírozza, csak tupírozza! Itt már csak az segít! De bold vagy, Kálmán, de bold! Kellett neked ide jönni, maradtál volna inkább anyád szoknyáim előtt! Ne, az a tekintetünk. Köszönöm, hogy ilyen türelmesen vált rám. Türelmesen? Azt mondja, azt mondja, nem mondaná. Mi? Hát én a balesre járkáltam. Jött, hát én azért miért úgy hallottam, hogy lábosra virált. El kéne nekem menni, sőt, ide se kellett volna jön. Jött, mondom. Sőt, szalad. Szalad? Hogy jó már a lába? Olyan, most mind a kettő éppen a földig ér, és egyforma hosszú. Hát én is úgy láttam. Hát hát, ilyen kíváncsi vagyok már, miért mit szólt hozzá a kedves leánya? Jaj, nem tudott azt szólni semmit, csak állt, mint aki gatyába csinált. Egy, lehet, hogy ebben a hónapban ez már az utolsó. Kedves asszonyom, az utána van egy kis gond. Olyan gond nincs, amit ne lehetne segíteni. De most azt hiszem, hogy van, hát a két fiú ugyebár. Két fiú? Hát, tud a két fiúról? Szóval? Hát akkor még csak 11 éves volt Hellén. Micsoda? 11 éves? Szerintéket ez hallatlan. Hát az kérem úgy történt, hogy beszorították a bokot. A bokot? Igen. És azóta úgy meg ilyen fél a férfiaktól. Ó, de itt merre gondoltam? Nem arra, arra két gyerekre tudja. Két gyerekre? Milyen két gyerekre? Tudja arra kell. Kettőre, akiről az, az az úr beszélt az imént, aki itt volt, úgy gyertére véletesen volt. Úr? Hát. Az nem úr, az csak a férjem. Reszegint mindent, össze-vissza a hülyeségeket. Helén tiszta, mint a ma született bárány. Mint a ma született bárány? Igen, mint már mondta. Kiskorában, úgy miért, mert úgy meg ilyen, azon nem is volt dolga férfival. Ó, hát ennek valóban nagyon örül, de azt mondja, most már 360, hát menni kéne, de a lányát még nem látta. Mi szólt hozzá? Nem tudom, hol késik már. Helén! Gyere, szerintem! Nem még jön. Jövök már, csak tisztába kellett magam tenni. Na, mondok már! Szép napot kérnek is. Na, mit szól hozzá? Őszintén, szóhoz se tudok jutni. A meglepetéstől, ugye? A meglepetéstől bizony. Ki ez a matróna? Azt ne ragulj, de attól tartok. Itt egy óriási nagy tévedés van. Nincs másik lány? Egyke vagyok. Nincs. Ő a mi egyetlen lányunk, a tündérvirágszálunk. Ó, hát nekem a tündérvirágszálunk, hogy jó van másnak kintani is, nem van? Fene, vigyel azt a rohadt kocsit, fova hozott engem, esküszöm megkújtok. Azt mondja, ne ragulj, de attól tartok, hogy épp hogy nem a kegyed lányát láttam a vásárban. Mit mond? Nézze már meg, ez a tekintet, hát ez borzat, ez egy rémisztő! Ki az ahhoz állapodni, Ramna? Marha szeme van! Úgy bizony. Na, hogy kevelek én ki ebből? Na, de most már azt mondom, hogy tűnjék innen! Le is úgy, fel is úgy! Ne sértegesse az én lányomat az én szemelfényét, mert behalkasztom a talapját! Milyen nézést kérek én? Tudja mi az elnézés? A kecske szarva között az! Nekem ne magyarázkodjon, hogy elnem magát, még jól van dolgom! Na, jöjjön, öcsém, uram, nézze meg az áruu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 u
magad, és fél is jött a lányunkat. Így van, látni se akarom többet. Hú, hát a kenne kívánságot számos, de parancs, hogy én akkor azt hiszem, hogy megyek is. Betolakodott? Hát dehogy tolakodott, de hát a tehén miatt jött. Mi miatt jöttem? Hát a
rizskát jött megvenni, nem? Tehén, milyen rizska? Ja, persze! Hát a rizskát jöttem megvenni. Új, bizony! Mi az, hogy? Na hát? Sajnos nem tudtam lábra állítani. Ó, nem gondolsz, elviszem én azt a rizskát is, mert jött. Vagy csak elviszem a nyakamon, és akkor már melyek se kinyit, mert hát ez a megborondulat. És Helén? Helén? Az bizony marad! Megint maradok, édesanyám, gazdag a világos kertben. Nem félj, amíg engem látsz, csak ne legyen ennyire gondja! Na, akkor megveszi a tehenet? De legalább olyan szó, hogy hogy mi essen. Itt a kezem nem tisztulnám, az árba meg majd megétkezik. Bizony, hogy megvan, hogy egyszerű úgy tudánk, hogy a vásárát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem tudom, hogy jó helyen jár! Mert itt kínálok az alkalmi vételt. Egy olyan tehenet? Olyan az olyan tehén, uram, az már elkelt? Ez a kicsoda maga! Borok rázni vagyok. Valak kereskedni jött. Borzítam elég, hogy vonattal. Hát hogy kerül ide? Hát hogy? Ho. Ne várj senki a állomáson. Bementem a kocsba, te, Pajdi már olyan bálikájuk van, hogy egy hétjárőben. Érzem. Így itt eljött. Gyalog, mint a balog. Nem